Romániát és ezen belül Székelyföldet népszerűsíti Károly Velszi herceg abban a kampányfilmben, amelyet ma mutattak be a háromszéki Zalánpatakon, a Velszi herceg vidéki birtokán. A romániai turizmus népszerűsítő 5 perces kampányfilmet a Wildcard Pescia producerei készítették Károly herceg felkérésére. Over the years since my first visit, more than 20 years ago, a járványügyi korlátozások enyhítésével az emberek újra utazni akarnak. Itt egy remek alkalom, hogy újra kapcsolatba kerülünk a kulturális örökségünkkel, és felfedezzük gyökereinket. Ezt az üzenetet tolmácsolja Károly Velszi herceg abban a kampányfilmben, melyet ő felsége Zalánpataki házában mutattak be. A romániai turizmus népszerűsítő kampányfilmről gróf Kálnoki Tibor és Charlie Otley író rendező mesélt. Utóbbi elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy őt kérték fel a film elkészítésére. Ugyanakkor bízik abban, hogy Károly herceg Románia iránti mély szeretete és szavai arra ösztönzik az itt élőket, hogy büszkék legyenek örökségükre, és új szemszögből nézzék saját országukat. Her historic buildings, her food and drink, and her precious biodiversity, her wildlife and majestic forests. Szerintem azért fontos most ez a film, hogy Károly herceg személyén keresztül lássuk azt, ami van nekünk. És ha pontosabban nézünk, akkor azért rájövünk, hogy Károly herceg minden alkalommal itt Székelyföldöt nézi meg, és Erdélyt. Itt érzi otthonnak magát, és érdemes, hogy mi is felfedezzük azt a saját országunkat. Az 5 perces alkotás lélegzetelállító képeket mutat be az ország 9 történelmi régiójából, a narrátor pedig maga Károly herceg. A film kiemeli Románia kulturális örökségét, a természeti tájak érintetlenségét, és arra ösztönzi az ország lakóit, hogy támogassák a belföldi turizmust. A koronavírus járvány térdre kényszerítette a turizmust Romániában. Elsőként a belföldi turizmus az, ami el tud indulni, ezzel cseng egybe Károly herceg üzenete is, hogy fedezzük fel Erdélyt, maradjunk itthon, utazzunk itthon. Ez én azt gondolom egy megerősítés is a turizmusban szerepet vállaló vállalkozók számára, és nyilván egybecseng azzal a kampánnyal is, amelyet a Megyei Turisztikai Egyesület indított el, a Safe Place kampány. Mindenki fedezze fel Erdélyt, de azon belül Háromszéket, hisz ez egy biztonságos hely. A Románia kulturális örökségét és természeti tájait népszerűsítő esemény partnere Kovászna megye tanácsa és a Kovászna megye Turizmusáért Egyesület.